Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ahogy lehet látni, az Enderverse-nek egyik verzióját, természetesen az XFCS verzióját fogjuk feltelepíteni, és megnézzük, hogy mit kapsz. A telepítést nem fogom végigvinni, képek mentén mindenki a felirat szerint el tudja dönteni, hogy ez pontosan olyan, mint az akármelyik egyéb, szerintem felesleges 125. telepítős videót megcsinálni, hiszen aki egyszer felrakott egy akármilyen Arch Linuxos verziót, ő neki ez nem fog semmi gondot okozni. Azaz felesleges végignézegetni azt, hogy hogyan települ a dolog, gyorsan képek alapján felirattal átnézzük. Újraindítás után ez a kép fog bennünk fogadni, gyakorlatilag egy beállító panelt kapunk, amelyet vagy használunk, vagy nem. Én azt mondom, kezdőknek mindenképp érdemes átlapozni a beállító panelt, nézzük is meg, miről van szó. Először is a repókat, a tükröket frissíteni tudjuk, ezt meg kell tenni, gyakorlatilag gyorsabban töltődnek le a frissítések, nem jelent gondot, indítsuk is el, kiválaszthatod az országot, ahol vagy, a különböző beállításokat meg tudod tenni, hogyha a különböző beállításokat nem tudod, hogy micsoda, akkor a legjobb választás természetesen az oké. Kiválasztja a te beállításod szerinti országod, a többi dolgot, ami kell, ő beállítja neked és leokézod. Gyorsan lefut, megnézi a leggyorsabb tükröket, és lementjük, ezt ne felejtsd el, és mivel a mentéshez mi kell, a mentéshez rót jog kell, emelt jog kell, természetesen megadjuk a szuper titkos 3 darab A betűből álló jelszavunkat, A, ez az enyém, és hitelesítésre nyomunk, ennyi. A következő lépés, a tükröket ugyanazt csináljuk, de most az Enderverse tükreit frissítjük, mind a kettőt meg lehet csinálni egymás után, megtörténik, megkérdezi a jelszavadat, megadjuk a szuper titkos 3 darab A betűt, és ennyi, be lehet csukni. Mind a kettőt megcsináljuk, hogy miért nem egybe tették? Szerintem azért, mert ők azt a vonalat követik, hogy van egy Arch rendszer, és ők adnak hozzá egy-két dolgot. Azaz egy tiszta Arch rendszer van, és ők adnak hozzá egy-két dolgot. A kettőt külön kezelik nagyon helyesen, hiszen előfordulhat az, hogy te megunod, hogy Enderverse OS-t használsz, akkor lecsatolod az összes tükröt, szintiszta, egyértelmű Arch rendszert kapsz, nagyon kényelmes. A következő a rendszer frissítése, csináljuk is meg, megcsinálja, megkérdezi a jelszót, beírom a szupertitkos 3 darab A betűt, lefrissül, ez azért frissül ilyen gyorsan, egyrészt mert felfrissítettük a tükröknek az állapotját, a leggyorsabbat, a frissítést mindenképp meg kell tenni, meg különben is pici telepítésünk van, ilyenkor a frissítés is egy viszonylag kisebb dolog, lefut. Észleljük, és nagyon helyesen kírja, hogy újraindítást kíván, jelen pillanatban nem fogom újraindítani, de azt észrevettük, hogy az értesítő, ez a kis kírás szépen beleillik a környezetbe, tehát nem egy eltérő szint alkalmaznak, egyébként az egész rendszer, amit felraktam, a minimális telepítéssel gyakorlatilag színben harmonizál, jól néz ki. Következő lépés. A következő lépés, a következő gondolat, tároló helyednek a tisztítása, milyen sűrűn tisztítsd. Gyakorlatilag olyan sűrűn tisztítod, ahogy szeretnéd. Én azt mondom, a heti beállítás teljesen jó. A heti beállítás teljesen jó, és itt megadhatod, hogy hány generáció legyen benne, hány generációt hagyjon meg. Tehát frissíted 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es verzióra, akkor 7 darab olyan fájl van, ami bent van a tárolódba, a gépeden, az átmeneti tárolódban, és ebből te az utolsó 3-at szeretnéd meghagyni, hetente lefuttatja, megadjuk a jelszót. A jelszót mindig meg kell adni, gyakorlatilag elég kényelmetlen, de biztonságtechnikailag nagyon jó dolog. A következő
konfigurálni tudod azt a részt, hogy kapjál értesítést, avagy ne, arról, hogy frissítés van, a kitöltése egyértelmű, azt választod, és úgy választod, ahogy szereted, én nem használom, én ciklikusan szoktam frissíteni, volt már videó arról, hogy az EOS rendszert hogyan lehet egy bizonyos időpontra, a maitól eltérő időpontra, múltbéli időpontra frissíteni, én azt szeretném használni. Tudod a Display Manager-t megváltoztatni, ha nem tudod, hogy ez micsoda, ez az, amikor te bejelentkezel, az a képernyő, itt be tudod állítani, át tudod váltani, egyes rendszerek, egyes asztali környezetek elvárják úgy jó közelítéssel, hogy melyiket használd, az XFCE-nek természetesen teljesen mindegy, hogy mi van, leokézzük. A következő a háttérkép beállítása, beállítod azt a háttérképet, ami alapértelmezett, azért nem történt semmi, mert alapértelmezett háttérképet használok jelen pillanatban, hiszen nemrég raktam fel ezt a rendszert. Ez akkor jó, amikor már teljesen szétkonfiguráltad a háttérképet, össze-vissza rondaságot sikerült összehoznod, berakja az alapértelmezetet. Szerintem egy jól eltalált és jól kinéző háttérképet kapunk. Ahogy mozgatom az ablakot, látni lehet, hogy az áttetszőség az nagyon jól be van állítva, gusztusosan, tehát nem valami durva áttetsző, átlátszó ablakokat használnak. Én nem szeretem, ha mozgatom, és akkor mögöttem minden átlátszik teljesen. Ez azért olyan konszolidált, normális. Rákattintunk, mi ez, választhatsz másik háttérképet. Igazából én nem nagyon szoktam ezzel variálni, egy darab háttérkép van jelen pillanatban minimális telepítésnél, de többet is le tudsz töltögetni, kiválaszthatod, illetve megkeresheted, hol vannak a háttérképek. Le tudsz egyéb háttérképeket tölteni, el is indítottam. Miután letöltödött, nyilván a jelszót bekéri, megadtam a szuper titkos jelszavamat, megnyitja a választékot, rákattintasz, és itt vannak a háttérképet. Válogathatsz belőlük. A következő driver változtatási lehetőséget ad a hálózati kártyámhoz. Természetesen, hogyha nem működik a letöltés, vagy valami probléma van a kártya felismerésével, nem is kártya gyakorlatilag, hanem már az alaplapokon van, akkor itt tudod változtatni a drivereket, nem kell hozzányúlni, ha működik a rendszered. A következő rész egy elég érdekes dolog, ez egy logokat elküldő eszköz. Nem kell megijedni, nem küld neked olyan titkos adatokat a gépedről az Enderverse-nek, amit nagyon titkos lenne. Ezek hibakeresésekhez, egyebekhez jó dolgok, hogyha véletlenül ilyesmire szükséged van, elküldeni nekik a hibakeresési logokat, akkor természetesen megteheted. De én azt mondom, hogy oké, ez arra készült elméletileg, hogy el tudja küldeni, oszd meg felkiáltású dolgokat, ki tudod választani, hogy miket szeretnél elküldeni, értelemszerűen titkos adatokat nem küld el. Én azt mondom, hogy ez igazából nem rossz dolog. Miért nem rossz dolog? Az összeset bepipálod és erre böksz, akkor lementi a te gépedre, azaz egy-egy ilyen pillanatfelvételt készít időzőjelbe a te logiaidról, a te hibakimenetedről, a te olyan dolgaidról, ami a gépedet érinti. Az XFCE eredeti témáját vissza tudjuk állítani, nem szeretném ezt megtenni, nyilvánvalóan én azért használom az EOS-t, az Enderverse OS-t jelen pillanatban, mert tetszik az a háttér, de visszaállíthatod, akkor eredeti, gyári XFCE-t fogsz kapni, mármint kinézetügyileg, én úgy gondolom, hogy szép ez így önmagában is. A következő ennek az ellentéte, visszaállítod az Enderverse saját beállítási témáit, akkor hasznos, és erre nagyon odafigyeltek, vegyétek észre, hogyha már teljesen szétbarmolja az ember a kinézetet, akkor vissza tudja állítani beállításait kinézetügyileg, mert akkor nem kell egyesével visszaállogatni. Azaz megnéztük a telepítés utáni gondolatokat, előtte General Info van, itt oda tudsz lépni fórumra, websájtra, wikire, újdonságokra, újságokra. A következő fül az asszisztens, gyakorlatilag igazából ez arra jó, hogy kezdők el tudják végezni azokat a dolgokat, amiket a haladók már terminálból vagy más programmal elvégeznek. Kényelmes dolog. Első három az ugyanaz, amit az előző fülön meg tudtunk csinálni, egy frissítéses gondolattal kapcsolatos.
A következő a pulse diff és meld. Ez összehasonlítja azokat a változtatásokat, amiket frissítés után a konfigurációs fájlokba esetlegesen előkerülnek. Gyakorlatilag viszonylag ritkán szoktam ezeket nézegetni, azaz, hogyha egy konfiguráció megváltozik, ők lemenetik. Tehát az Arch rendszer olyan, hogy a régi konfigurációt, amit ő átír, azt lementi, és az újat oda be fogja helyezni. Ezt a kettőt össze tudod hasonlítani. Általánosságban elmondható, hogy ezek nem felhasználói konfigurációs fájlok, hanem a rendszert érintő konfigurációk. Ezeket össze lehet hasonlítani. Gyakorlatilag az elmúlt 5 évben egyszer se hasonlítottam össze, mert nem volt rá szükség. Én az Arch, illetve az éppen aktuálisan használt disztribútorban teljesen megbízok, ha valami változtatást csinál, akkor értelemszerűen azokat én el szoktam fogadni. Ha pedig én akarok valamit változtatni, valamilyen program beállításánál, konfigurációnál, jellemzően általánosságban igaz, hogy a saját könyvtáron belül, saját felhasználónak, és nem az egész rendszernek, egy felhasználós a rendszerem, így nagyjából ugyanaz, tehát én általában a saját felhasználóként konfigurálom a saját könyvtáromba az adott programokat. A logokat természetesen meg tudjuk nézni, megnézheted azokat a dolgokat, amelyek újdonságok az Archnál. Tudsz az Arch csomagok között keresgélni a megszokott felületen, tehát nem egy saját keresőrendszert kapsz, de nagyon kényelmes, hogyha nem tudja valaki, akkor természetesen oda dobja az embert. Én nekem ez el van egyébként könyvjelzőzve, hogyha keresek valamit, könnyen megtaláljak. A következő értelemszerűen micsoda, az Aur csomagokban is tudsz keresni, az applikáció kategóriák szerint tudsz keresgélni, ugyanaz, megnyílik egy kis információs dolog. Ezek első körben kezdőkről beszélünk jelen pillanatban, nagyon hasznosak, haladó felhasználó vagy használja, vagy fejből tudja ezeknek a címét, el szoktam könyvjelzőzni, ami érdekes. Az XFCE-nek a leírása a wikihez dob bennünket, gyakorlatilag ez is egy kellemes dolog. A tippek különböző olyan cikkekre, fórumokra, egyebekre irányít bennünket, amit talán érdekes, hasznos információkat ad a kezdőknek. Én azt mondom, hogy érdemes ezeket a linkeket megnyitni, elolvasni, azokat természetesen, amelyek érintenek, érdekelnek bennünket. Ez a kis programocska úgy van kialakítva, hogy te tudod bővíteni, én nem szoktam ezt bővítgetni, nem használom nyilvánvalóan. Ide tudod berakosgatni azokat a programocskákat, lehetőségeket, egyebeket, amiket ebből szeretnél indítani, teljesen fölösleges, és én erre szoktam bökni, utána nem fog megjelenni többet ez a kis panel. Elvégeztük a kezdőknek való gondolatot, villámgyorsan meg tudtuk tenni. A következő lépés, nézzük át, hogy mit kapunk telepítés után. Beállítások, a szokásos beállítási panelt kapjuk. Gyakorlatilag mindent be tudsz állítani, amit az XFCE saját maga kínál, nincs túlzásba vidve a dolog, fejlesztés. Hát bizony fejlesztésnél kapjuk az összehasonlítós dolgot, illetve az Icon Browsert, az ikonkereső dolgot, hát bizony nincs túlzásba vidve, nagyon helyesen, amit felraknak, grafika, na hát ide szokták az emberek, fejlesztők belegyömöszölni az összes elképzelhető Inkscape-et, GIMP-et, meg még legalább 50 darab olyan grafikai programot, aminek a felét soha nem használom. Ők azt mondták, pontosan egy képnézegetőt kaptunk, ez kalap, kabát, ennyit kapunk, nagyon helyes, majd én el fogom dönteni, hogy mit telepítek és mit nem. A következő internet, hát láthatóan kaptuk a Firefoxot, aztán semmi egyebet. Ez is egy olyan kedvesség véleményem szerint, amivel igazából a haladókat is meg tudja fogni azon gondolattal, hogy gyorsan fel tudjuk telepíteni, pár perc alatt különösebb macera nélkül feltelepül, kapunk egy jó kis Arch alapot, és majd mi fölrakjuk. Nem azzal kell kezdeni az egészet, hogy le kell bányászni azokat a programokat, amire az életben soha nincs szükségünk. Nagyon minimális telepítést kapunk, kellékek, ide is rettentő sok dolgot beszoktak gyömöszölni, látható, alig-alig van telepítve valami,
csoportosát nevező a tunárnak egy része, tehát azt mindenképp telepítik vele, archívumkezelő és alkalmazáskeresőt fogunk kapni. Ez egy szép kis dolog, alkalmazáskereső, azaz a start menü, hogyha éppen keresel valamit, meg tud tenni. A következő gondolat a kellékek között két dolgot szoktam megnézni, az, hogy a szövegszerkesztő melyik, a XED-et adják, alap szövegszerkesztő, ezzel a konfigurációs fájlokat, ha nem akarod terminálos, ennél egy kicsit egyszerűbb eszközzel szerkeszteni, ezzel szépen meg tudod tenni. Fontos dolog, hogy jól válasszák meg, amivel te tudsz dolgozni. Nyilván nem kell ehhez felrakni a világ legkomolyabb szövegszerkesztőjét, vagy pedig programozói környezetét, ez jó választás. Pontosan elegendő az, hogy a konfigurációs fájlokat szerkeszteni tudjuk. Nézzük is meg a tunárnak az egyik fejlesztését, most megnyomom az F3-at, mindenki látja, két panelos lett, tehát a legfrissebb XFC-et kaptuk, nyilván Arch-ot használunk, a legfrissebbet kapjuk. Azaz egészen jól összerakott kis választékunk van, illetve azt mondom, választék hiányunk van, mert ennél többet fölösleges felrakni, tudjuk kezelni. A fájlokat tudunk másolni, telepíteni tudunk, és a konfigurációs fájlokat alapból szerkeszteni tudjuk, ki tudjuk csomagolni az esetlegesen kapott archívumokat, és ami nagyon lényeg, a fájlkezelő egy viszonylag korrekt, persze XFCE alatt vagyunk, ott a tunárt szokták adni, de most már sokkal, sokkal jobb, amióta két panelos lett, ezt szokták hiányolni belőle, megváltozott a dolog. Multimédia, na hát ez is az a csapda, ahova szeretnek 5 millió akármit begyömöszölni. Mit kapunk? A Parole az egy videó lejátszó, gyakorlatilag számomra igazából olyan, hogy feltették, persze le tudjunk játszani egy videót, vagy egy hangfájt, vagy egyebet, de én életemben ezt úgy nem használtam, nyilvánvalóan más szoktunk használni. Ez egy pici alapnak teljesen jó. Nyilván olyanokra gondoltak, akik esetlegesen kevesebb videófájlokat, zenefájlokat hallgatnak, nézegetnek. Nincs túlzásba védve, nem raktak föl ötfajta lejátszót, mert biztos, ami biztos, nem raktak föl semmi olyasmit, amire nincs szükségünk, és természetesen én ezt utólag raktam fel, hiszen a videót rögzíteni kell. Rendszer! A rendszer beállításhoz, illetve egyebekhez való gondolatot itt fogjuk megtalálni. A B-topot feltettem, hogy rá tudjunk nézni. Gyakorlatilag a B-top kimutatja, hogy mekkora a telepítési méretünk. 5-6 giga környékén vagyunk. A használatot látjuk. Viszonylag soknak tűnhet a memória használata, de ne felejtsük el, hogy a mai világban már ez harmadrangú, ahogy lehet látni, a rendszer villámgyors, azaz kihasználja azt, hogy van a gépembe elegendő ennek a futtatásához még túl sok memória is. Én gyakorlatilag azt mondom, hogy egy 2-4 gigás memóriával ellátott gépen ezzel már szépen lehet dolgozni. Abba is bele kell gondolni, hogy mindenki arra van rákattanva, hogy mennyi az alap memória használat, az pici legyen. Én meg azt mondom, hogy ha már kifizettem azt a rengeteg pénzt, a memória csippeket, akkor lehetőleg az összeset használja ki. Miért? Mert azért fizettem. És én a Linux rendszerembe bízok annyira, hogy rábízom a memória kezelést. Én sok esetben videóvágás, audiovágás, egyéb konverziókat csinálok, az összes processzor mag le van terhelve 90-100%-ig órákon keresztül. A memória tele van gyömöszölve, hiszen hogyha videót vágsz, audiót vágsz, egyebet vágsz, konvertálsz, dolgozol vele, tele van, simán kezeli a határterületeket, a tele van dolgokat. Amit érdemes megnézni, alapesetben, hogyha nem csinálsz semmit, én beállítottam, hogy swap fájlunk legyen, egy fél gigás swap fájlt, swap állományt hoz létre, az az alapbeállítása ennél, hogyha hibernálást meg egyebet választasz, tehát ott a legördülő menübe azt mondod, hogy swap hibernálással, akkor megfelelő méretet csinál, hogy hibernálni tudj, de én nem szoktam hibernálni, ennek örömére egy picike fájlt
készített el nekem. Miért mondom, egy picike fájt készített, mert nem partíciót használok, hanem egy fájt. A fájt változtatása lényegesen könnyebb, nagyobb áttétele, mint mondjuk ugyanannak a partíciónak a nagyobb áttétele. Oké? Tehát ennyit tud. Láthatjuk az adatokat. Én nagyon elégedett vagyok a rendszer erőforrás fogyasztásával. Apps info, hát erre rákattintunk, megnézzük, hogy micsoda, és meg is kapjuk a frissítés után, megkapjuk azoknak a programoknak a jó közelítő listáját, amit az Enderverse ad, egyesével végig lehet nézni, van amelyikhez jobb, van amelyikhez nagyon vacak leírás van, én általában nem szoktam nézegetni, ha valamire szükségem van, tehát az Enderverse programjai közül, akkor azokat a honlapjukon szoktam megkeresni, sok-sok-sok jó ötletet lehet találni ott a fórumba, érdemes nézegetni. A következő egy olyan program, amit általában az újabb időkben bele is raknak a rendszerbe, egy gyors telepítő gondolat. Kezdőknek hasznos, adnak ilyen kategóriákat, és a kategóriák között lehet választani, beixelheted, hogy melyik programot szeretnéd fölrakosgatni. Én kézzel, bocsánat, terminállal szoktam telepíteni, van egy listám, majd későbbiek folyamán erről is beszélünk, és azt rakom fel. Itt azért kezdőnek kényelmes, mert a kezdő nem tudja, hogy milyen e-mail cucc lehet, amit őt használhat, és kap egy pár ötletet, és ki tudja választani, legalább el tud indulni. Nagyon kényelmes, gyorsan beixeled, amikkel és le fog jönni. Természetesen nem az összes lehetőséget kapod meg, mármint úgy, hogy az összes e-mail klienset fogják oda beletenni, csak az ajánlottat, kényelmes kezdőknek. Reflektor. Hát természetesen a reflektor az a reflektor, ezt már ismerjük, és nem is fogom még egyszer bemutatni. A következő értelemszerűen felfrissíti az adatbázisodat terminálon keresztül. Nyilván kezdőknek kényelmes, akik azt se tudják, hogy mit kéne egy terminálba beírni. Egy kattintás jelszó megadásával működik is. Az üdvözlőpanelt nem kell bemutatni. Gyakorlatilag ennyi, kapunk egy szépen összerakott kis rendszert, ami szépen néz ki és minimális. Azért mertem bemutatni, és nem ilyen terminálos telepítgetéseket mutogatok, mert ez valóban egy olyan embernek való, olyan kezdőnek, de természetesen haladónak is való, aki azt mondja, hogy ő szeretne egy nettó, tiszta árcsot, de az életben nem fog ő terminállal particionálni, telepítgetni, mindenfajta izéket beirogatni, ahol valamit elütt, az lehet, hogy egy hét múlva derül ki, hogy éppen nem úgy működik valami, nem akar elmélyedni abba, hogy hogyan kell egy tiszta árcsot terminálba valódi Linuxosként felrakni. Ettől megyek egyébként falnak, ha valaki valódi Linuxos, igazi árcsharcos, amikor mindenkire a terminálos telepítést akarja ráerőszakolni. Az Enderverse pontosan megtalálta azt az egyensúlyi állapotot, kényelmes, gyors, villámgyorsan föl lehet rakni. Nem kérdez semmi olyasmit, ami egy normál telepítő rendszerben lenne. Nincs olyan kérdése, hogy meghaladja egy átlagos Google keresésnek a hatáskörét. Ha életedbe először telepítesz, és egy picit felkészülsz arra, hogy milyen kérdéseket tesz fel, akkor ezzel probléma nem lehet. Nem rakja tele olyan programokkal a rendszert, amire nem biztos, hogy szükséged van, tehát nincs felfújva ez a rendszer olyan nagyságra, ami igazából túlmutatna azon, hogy van egy XFC-ed, és tessék, azt telepítesz, amit akarsz, építsd föl magadnak, igazából a telepítgetés, mármint az, hogy milyen programokat raksz fel, az nem haladhatja meg senkinek a képességeit. Ennyire egyszerű, oké? Tehát valóban egy alapot kapsz, szépen kinéző alapot, nem avval kell kezdeni. Tudjátok, hogy az XFCE, meg az összes olyan rendszer, ami nagyon puritán a szívem csücske, de nem azzal kell kezdened, hogy hajkurászol egy-egy háttérképet, beállogatod a panelokat, hogy azok működjenek, a panel be van állítva a színbe, harmonizál az egésszel, kapsz egy kiléptetési gombot, megkapod az értesítő felületet, megkapod a start menüt és a futó programokat, illetve az asztalok szétosztását. Nagyon kényelmes. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!